Köszöntöm Önöket a köztérben az új tanévvel, a középpontban. A szakképzéssel és a felsőoktatási szakirányú továbbképzésekkel foglalkozunk, tartsanak velünk! Csak a tanult, szakképzett ember képes eltartani önmagát, családját, hangsúlyozta Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter az országos szakképzési tanévnyitón. A miniszter szerint új dolgokat kell tanulni, hogy helyt tudjunk állni a nemzetközi versenyben, ezért működik 508 helyen szakképzés az országban, ahol több mint 250 ezer hallgató tanul. Az én minisztériumomnak az a neve, hogy Kulturális és Innovációs Minisztérium. Ez a rövid neve, mert valójában 7 terület tartozik ide. Ide tartozik a kultúra, család, felsőoktatás, tudománypolitika, vállalkozásfejlesztés, innováció és szakképzés. Hogy jön össze ez a sok minden egy fedél alá? Igazából van egy rövidebb neve is a minisztériumnak, úgy szoktuk nevezni, hogy a jövő minisztériuma. És ezeken a területeken testesül meg a jövőnk. A családban, a kultúránkban, felsőoktatásunkban, innovációban, a tudományban, a vállalkozásainkban. Én igazából magamban, amikor a szakképzésre és a felsőoktatásra gondolok, akkor úgy hívom magunkat, hogy a jövő képesség minisztériuma. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Visszagondolunk egy évvel ezelőttre, vagy akár csak fél évvel ezelőttre, vagy januárra, idén januárra, akkor még nem volt háború, az energiaárak normál szinten voltak, az infláció viszonylag alacsony volt. Egyszerűen nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő. Egyet tehetünk, egyetlen válaszunk lehet, az pedig az, hogy arra készülünk, hogy ez a jövőben előttünk álló körülmények változni fognak. Mit tesz az okos ember, hogyha a változásokra vár? Akkor elmegyünk kirándulni ismeretlen helyekre, megpróbáljuk megőrizni a cselekvő képességünket. A cselekvő képesség pedig nem más, mint a testi, lelki és szellemi erőnknek a karbantartása. Ennek pedig a záloga a tanulás. Mert csak a tanult, szakképzett ember képes gondoskodni önmagáról, a szeretteiről, és a közösségéről. Azért is örülök, hogy itt vagyok Székesfehérváron, és ez miniszteri létem első tanévnyitója, mert Székesfehérvár pontosan az a város, persze van sok más ilyen város is, ahol az emberek dolgoznak, hogy magabíró emberek legyenek, hogy ne segélyeken és mások kegyelem kenyérén kelljen élniük, dolgoznak, alkotnak, és ezzel gondoskodni tudnak a családjaikról, és ahogy látszik, az a sok fejlesztés, a városnak az épülése, szépülése, képesek gondoskodni a közösségükről is. Az ilyen városok jelentik Magyarország, a magyar nemzet jövőképességét. A szakképzési rendszert az elmúlt években gyökeresen átalakítottuk, amiről kancellár asszony az imént beszélt. Az a célunk, hogy olyan inspiráló, ihletet adó környezetet teremtsünk, amely elősegíti a minél hatékonyabb tanulást, és egyébként jó környezetet is adnak azoknak az oktatóknak, akik odaadóan, a szaktudásokat folyamatosan megújítva oktatják a jövő nemzedékeit. Itt Székesfehérváron nem kell eléggé hangsúlyoznom, hogy micsoda szükség van mérnökökre, szakemberekre, technikusokra,
hiszen Székesfehérvár az egyik legsikeresebb város magyar, kis és közepes vállalkozások, illetve külföldi tőkebefektetők ide vonzására. Hogy is fest ez az új rendszer? Néhány dolgot érdemes megjegyezni. A magyar állam mindenkinek biztosítja két szakma, illetve egy szakképesítés megszerzését ingyenesen. A magyar állam úgy gondolja, a magyar kormány, a polgári magyar kormány úgy gondolja, hogy ez jó befektetés. Ha ide tesszük a pénzünket, akkor a jövőbe helyezzük a pénzünket és a bizalmunkat. Hozzáteszem, ez nem csak a tizenéveseknek szól, hanem a felnőtteknek is. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon kevés az olyan állás, vagy az olyan ember, aki életfogytig egy helyen dolgozik. Újra és újra meg kell újulnunk, új dolgokat kell tanulnunk, mert másképpen nem leszünk képesek sem magunkat fönntartani, sem pedig az óriási nemzetközi versenyben helytállni. Ezért működik 508 szakképzési intézményünk, ahol 260 ezer, 250 néhány ezer hallgató tanul. De nem engedjük el azoknak a kezét, akik kikerülnek a képzési rendszerből. Létrehoztunk egy olyan pályakövetési rendszert, amely minden egyes hallgatónak követi a pályáját, természetesen név nélkül. Hol dolgozik, mennyit keres, milyen további képzéseken vesz részt, és ez segít abban, hogy átalakítsuk a tanrendet, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk, hiszen lesz jó néhány olyan szakma, amelyet ma még tanítunk, de mondjuk 10 év múlva nem lesz rá szükség. Nekem például fodrászra egyre kevésbé van szükségem. Ezért nagyon fontos az, hogy a szakképzés és a gazdaság élő, szerves kapcsolatban legyen. Ezért indítottuk el a duális képzést, és ezért indítottuk el azt az új megoldást, hogy olyan kis és közepes vállalkozások is, amelyek maguk nem képesek arra, hogy oktatót fölvegyenek, hogy hallgatókat fogadjanak, azok egyesülve, több cég együtt be tudjon lépni ebbe a duális képzésbe. Jelenleg 181 szakmát oktatunk, és ez folyamatosan, ahogy kancellár asszony mondta, folyamatosan változik, most éppen ógörög pajzsokat gyártanak, de hogyha itt Székesfehérvár központjában a katedrálisnak az újjáépítésére gondolunk, amit remélem meg fog valósulni, akkor ott, vagy polgármester úr itt a találkozó előtti ebéden elmondta, ott olyan szakmákra is szükség lesz, amelyeket már régen nem oktatunk. Jelenleg turizmusban és vendéglátásban van a legnagyobb érdeklődés, de hála Istennek az informatika és a távközlés, a gépészet, vagy az elektronika és az elektrotechnika, megint csak itt gondolok most, csak így hirtelen Fehérváron eszembe jut a Videoton, ezek a képzések is nagyon népszerűek. Ahogy mondtam, mintegy 250 ezer hallgató van a rendszerben, és közülük 110 ezeren ösztöndíjat is kapnak. Ez nekem azért annyira kedves a szívemnek, mert ez azt jelenti, hogy a hallgatóknak jó része nem csak ott van az órákon, hanem a szakmájának kiváló mestere lesz. Mert nem csak az iskolapadban tanulunk, hanem az iskolapad után később kint a mestereinktől, ahhoz pedig jól kell, mesteri szinten érteni kell a szakmánkat. Tanívnyitón vagyunk, ilyenkor szokás elmondani, hogy bizonyára kipihentük magunkat, bizonyára telve vagyunk energiával. Én azt kívánom a hallgatóknak elsősorban, az oktatóiknak, a hallgatók családtagjainak és közösségünknek, hogy minél több sikeres végzős legyen ebben az évben is. Segítsük egymást, mert a következő egy-két év nem lesz könnyű. Támaszkodjunk egymásra, tanuljunk, sajátítsunk el új tudásokat, és akkor Magyarország sorsa is rendben lesz.
A kis és közepes vállalkozások számára is fontos a szakképzés, az állam két szakma és egy szakképesítés megszerzését támogatja. Nem csak a fiatalok kapnak lehetőséget a tanulásra, hanem az idősebbek is. A szakképzési centrumokban 181 szakma közül lehet választani. Pár napja két kollégám azzal keresett meg, hogy szeretnék elkészíteni Achilleus pajzsát. A jelenlegi szakmai jegyzék 20 szakmájával. Azon szakmákkal, amelyeket a centrumban is oktatunk, illetve ágazatával, bocsánat. Hiszen 20 ágazatban, 54 szakmában oktatunk a centrum iskoláiban. Egy pillanatra elgondolkoztam, hogy rendben, készítsék el, na de miért is? Mit nyújt egy pajzs? Hát védelmet, biztonságot. Achilleus pajzsára az eposz szerint Hephaistos az életképekben rákalapálta a korabeli szakmákat. Kollégáim a fizikai valóságban készítik a pajzsot, azonban a mai szakmai jegyzék szerint, hogy ahol csak lehet és látható lesz, hirdesse a szaktudás értékét, a megszerzett tudás védelmét, a biztonságot, a jövőképet, amit a szakma, a szakképzés ad, amit itt mi is adunk. Ebben a biztonságban üdvözlök mindenkit Székesfehérváron, Magyarország iparának egyik fellegvárában. E biztonság annak köszönhető, hogy a kormányzat szemléleti változás, paradigmaváltás alapján nagy stratégiai biztonsággal irányítja a szakképzést. Ezt a stratégiát a város vezetése is üdvözölte, az kedvező fogadtatásra talált itt. A város és a gazdaság kapcsolata kiváló háttér és alap a kormányzati stratégia szakképzésben való megvalósításához. Ennek egyik kiemelkedő példája a duális szakképzés kiterjedése a helyi gazdaságban való kiváló fogadtatása. Nem csak a középfokú szakképzésben, de a felsőoktatási duális képzésben is, melynek jó példája az Óbudai Egyetem Albaregia Karán folyó munka. A szakképzés nálunk Székesfehérváron biztonságos otthonra lelt, hiszen a neves közgazdász professzor helyben elmondott szavai szerint is a problémák megoldásához nem elég a kormányzati támogatás, de helyi felismerésre, akaratra és cselekvésre is szükség van. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum iskoláiban biztosítjuk az összes elérhető képzési szintet, a rugalmas tanulási utak biztosításától az okleveles technikus képzésig. Intézményeinkben országosan is kiemelkedően alacsony a lemorzsolódás. A szakképzéshez kapcsolódó biztonság kiterjed a képzés egészére. Ezt a biztonságot kívánjuk erősíteni a pályorientációra fordított munkával és folyamatos eszközfejlesztéssel. Az állam a képzési tartalmakkal és további jogszabályokkal megalapozza a képzés minőségét, a szakképző intézmények pedig lelkiismeretes munkával mindent megtesznek azért, hogy a hozzánk került gyermekek teljesítőképes tanulóként kerüljenek a munkahelyekre és a felsőoktatásba. A duális képzésbe bekapcsolódva gazdálkodó szervezetek száma folyamatosan nő. Remélem, hogy az eddig elhangzottak és a duális partnereink képzésben szerzett tapasztalatai megerősítik azt, hogy a szakképzés minden szereplője, a döntéshozóktól a megvalósítókig mindent megtesz azért, hogy a megfelelő felkészültségű munkavállalókat vezethesse be a gazdaság világába. Továbbá mi is bízunk abban, sőt tapasztaljuk is, hogy a tanulói munkaszerződéssel foglalkoztatott fiatal munkavállalók hamar sikeres pályára kerülnek. Bízunk továbbá abban is, hogy megfelelő továbbképzési lehetőséget kaphatnak a személyi alkalmasságuk és duális partnereink egybenső érdekei alapján. Diákjaink számára minden ismeretet, információt és tudáselemet évfolyamonként korosztályuknak megfelelő formában és módszerekkel közvetítünk számukra, legyen szó közismereti vagy szakmai tartalomról. Sok figyelmet fordítunk arra, hogy a szakmai előrehaladásuk zökkenőmentes legyen, és tökéletesen illeszkedjen a lehetőségekhez, akár a külső gyakorlati helyszíneken is. Biztosítjuk számukra az élményalapú oktatást, a szakképzés szintjeinek fokozatos teljesítését, illetve annak lehetőségét, érettségi, technikusi szint, illetve az egyetemi képzések felé. Hiszen, ahogy Klebelsberg Kuno is mondta, nem egyedüli kötelessége a gyermeknek az, hogy tanuljon. Én tanuló és szorgalmas, de amellett játékos magyar gyermeket akarok. Mert csak játékos, eleven magyar gyermekből lehet derűs, dolgos magyar férfi, aki vállalkozását és az élet nagy kötelességeit emelt hővel, mosolyogva és nem elkeseredéssel vállalja. Taműhelyünkben készül a pajzs, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarországon a szakképzés, mint Achilleus pajzsa, védelmet és biztonságot ad, hiszen bár a pajzs ősi, de igazsága, melyet kollégám hexameterekben fogalmazott meg, és felvésésre kerül majd a pajzsunkra, az örök. Sorsod pajzsa a szakma, jövőd oldalma örökre. Köszönöm.
Cserpalkovics András polgármester a köszöntő beszédében elmondta, Székesfehérvár ipara jelentős, meghatározó az országban. A történelmi épületekbe belépve látni lehet az összefogás erejét. Nagyon-nagyon megtisztelő számunkra az, hogy egy országos tanévnyitó rendezvény házigazdái lehetünk. Köszönöm szépen miniszter úrnak és kollégáinak azt, hogy gondoltak erre a városra, és a szakképzés tekintetében gondoltak erre a városra. Hiszen ahogy el is hangzott, ennek a városnak az ipara az erős, jelentős és a magyar gazdaság számára meghatározó. Ezért aztán a következő percekben bárkire is nézek, fehérvári vagy nem fehérvári vendégre is sokat tudnánk beszélni a nem hogy előttünk lévő, hanem a jelenben már mutatkozó nehézségekről. Hogy ezek hogyan hatnak a gazdaságra és hogy milyen kihívás elé állítanak bennünket. Ha megengedik, akkor én most nem erről beszélnék, hanem ennek a helynek a jelentőségéről, ahol most vagyunk, fizikailag. Mert ha körbenéz valaki, akkor nem csak gyönyörű történelmi épületeket lát, mindegyiknek megvan a maga története, hanem ha belépnénk ezekbe az épületekbe, akkor látja, látná az összefogás képességét és az összefogás erejét. Mert akár a Széchenyi épületeibe mennénk be, magyarul a szakképzésbe, akár az Alba Régia műszaki karára az Óbudai Egyetemnek, ott is azt láthatnánk, érzékelhetnénk, hogy mind az oktatás, nevelés, szakmai tartalma vonatkozásában, mind az ahhoz szükséges technika, műszerezettség, eszközök vagy éppen robotok tekintetében az összefogás tette lehetővé, hogy mindenben a legkorszerűbb tudást kaphassák meg azok a fiatalok, akik mondjuk a környező épületekben kezdik meg a tanulmányaikat néhány nap múlva. És ez azért ment, mert vannak elkötelezett tanáraink, akik minden nehézség ellenére is mindent megtesznek a diákjainkért, a fiataljaikért. Vannak olyan szülők, akik őket ebben segítik. Vannak diákok, akik persze most nem boldogok, mert szeretnének még kicsit a nyári szünetben maradni. Gondoljunk vissza, mi is így voltunk ezzel, sőt, ha választhatnánk, elmennénk mi is most néhány nap pihenésre. De itt vannak azok a tudást, szakértelmet, forrásokat, pályázatokat biztosító szervezetek, akik ehhez ugyanúgy hozzájárultak. Az állam szereplőire gondolhatok, ugyanúgy a fenntartó képviselőire, de gondolhatok a vállalatokra, a vállalkozásokra, a helyi és lokális gazdasági szereplőkre, és nyilván az önkormányzatra is, hiszen ebben az együttműködésben tudtuk azt létrehozni, ami akár itt közvetlen környezetünkben most megjelenik, ami az oktatást, a nevelést, a szakképzést segíti. És ha valamire a következő hetekben és hónapokban ezeket a kihívásokat, amik előttünk vannak, törekednünk kell, és nagyon nagy szükségünk lesz, az az összefogás képessége. És sok-sok vezető van most itt jelen. Az vezetőknek pedig ezt koordinálni kell tudni. És nem fütteni, hanem hűteni. Abban a vonatkozásban, hogy segítsük a rendszer működését az oktatásban, a szakképzésben, a köznevelésben, mert ez, ahogy elmondta a miniszter úr, a jövőnkről szól. De nem a távoli, hanem nagyon is a közeljövőnkről is. És ez a mi felelősségünk. Hogy a fiatalok számára ezt megadjuk, hogy őket ezen nehéz körülmények között is, amit a pandémia, vagy éppen most a háború, vagy annak gazdasági hatásai jelentenek, de mégiscsak a lehető legnagyobb stabilitás és biztonsággal tudjuk nevelni. És megadjuk nekik azt a tudást, ami szükséges nekik ahhoz, hogy majd aztán bízom benne, hogy minél többen ezen belül a Székesfehérvár és város környéki gazdaságban, iparban, szolgáltatások között, itthon maradva, a legkorszerűbb tudással felvértezve tudják majd azokat a kihívásokat egyébként megoldani, ami rájuk vár. Ehhez nekik megfelelő tudást kell adni, de emberséget is kell tudni adni. És egy záró gondolat, azt se felejtsük soha, hogy amikor tudást adunk nekik, akkor egyúttal segítsük őket hozzá, hogy boldog felnőtt korra készítsük föl őket. Mert tudjuk, hogy dolgozni muszáj lesz, és nagyon nem mindegy, hogy olyan munkát fognak-e végezni, amit szeretnek végezni. És ez rajtunk is áll, szülőn is, tanáron is, és természetesen hozzá környezetén is. Legyen az állam, legyen az önkormányzat, vagy bármilyen más szereplő. Mi ebben az összefogásban ígérjük az önkormányzat támogatását, és biztos vagyok benne, ismerve a helyi partnereket, hogy mindenki hozzá fogja tenni azt, ami az ő feladata és az ő tudása. És ha így lesz, akkor ezt a nehéz helyzetet is meg fogjuk közösen oldani. Yeah, yeah, yeah.
Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője elmondta, az új kezdet új ismereteket jelent. A város jelentős ipari termelési központtá fejlődött csúcs technológiai központokkal. Egy új kezdet napja a mai nap, egy új kezdeté és egy jelentős nap, jelentős kezdet, hiszen új reményeket jelent, új ismereteket, sikereket, barátságokat és kihívásokat is. És valóban a jövőt nem tudhatjuk, talán sejthetjük, de nem tudhatjuk, de ha jelenben körülnézünk, azt látjuk és azt tudjuk, hogy a mi városunk egy jelentős közép-európai város, amely jelentős ipari termelési központtá fejlődött. Ipari és technológiai, csúcs technológiai központokkal, ahol önök kedves diákok tanulmányaik befejeztével dolgozni fognak. Ahhoz azonban, hogy az új technológiák megjelenésével az önök munkája, az önök jövőbeni munkája ne értékelődjön le, olyan dolgokat kell önöknek tanulni, amiben a gépek nem versenyezhetnek velünk. És mi Székesfehérvár közössége támogatjuk önöket abban, hogy ezeket a készségeket és ezeket a képességeket megszerezzék, a legjobb körülmények között tanulhassanak, és várjuk is és számítunk rá, hogy az itt megszerzett készségek és képességek birtokában, itt a mi városunkban, a mi városunk pezsgő gazdasági életében helyezkednek majd el. Hiszen olyan gazdasági társaságok várják önöket, ahol nem csak a munkájukra lesz majd szükség, de lehetőségük lesz arra, hogy újabb kihívások legyőzésével tovább fejlődjenek. És arra is biztatjuk önöket, hogy amennyiben rendelkeznek ilyennel, éljék meg vállalkozói ambíciójukat is, hiszen azt gondolom keresve sem találhatnának jobb helyet egy sikeres vállalkozás beindítására Székesfehérvárnál. Kedves diákok, régi igazság az, hogy csak az lehet igaz ember, aki gyermek is tudott lenni. És önök most éppen átlépve a gyermekkor kapuján, a felnőttkor küszöbére lépve láthatnak bele a világ működésébe, és értik meg annak minden titkát. Azt kérem önöktől, hogy használják ki ezt az időszakot, és építkezzenek. Tanulják meg szakmájuk minden fortéját, követve oktatóik útmutatását, kísérletezzenek, és éljenek azzal a tudással, amit megszereznek. Engedjék szabadjára alkotó energiáikat, táplálják azokat tudással, kíváncsisággal, és mindig szívből jövő örömmel. Az alkotás öröme egy kiváltság, ami önöket is megilleti. Ez az igazi siker kulcsa, amely majd meghozza az elismerést. Nem tudjuk a jövőt, de azt tudjuk, hogy a jövő számtalan kihívást rejteget számunkra. Én azt kívánom mindannyiuknak, tanároknak és diákoknak is, hogy sikeresen küzdjenek meg ezekkel a jövőbeni kihívásokkal. A KSH foglalkoztatási adatai alapján több mint 4,6 millió foglalkoztatottat tekintve 9% azon foglalkozások száma, amelyek ellátásához egyáltalán nem szükséges szakképzettség. A foglalkoztatottak 51%-a pedig legalább középfokú szakképzettséggel rendelkezik. Szakirányú továbbképzéseket indított az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki kar. Geoinformatikai, ipari robotizálási, precíziós gazdálkodási és számítógépes hálózatok szakmérnök és szakemberképzések, valamint szervezetfejlesztő trénerképzés indult ősztől az intézményben. Egy-egy képzés elvégzése után az előzetesen mérnöki diplomával rendelkezők, szakmérnök, egyéb főiskola és egyetemi végzettség esetén pedig szakember végzettséget kapnak azok, akik oklevelet szereznek. Minden szakmérnök képzésünknek a közös jellemzője az adaptivitás, tehát nagyon gyorsan tudunk reagálni azokra az igényekre, amelyek a versenyszférából, az iparból fogalmazódnak meg, és néhány hónap alatt egy-egy ilyen kurzust tudunk kialakítani, illetve működtetjük nagy örömünkre, illetve a felvevő piac nagy örömére. Minden kurzusunknak közös jellemzője az, hogy nem csak
korábban végzett mérnököknek, hanem úgynevezett szakembereknek is nyújtjuk ezt a lehetőséget. Tehát olyan autodidakta módon önképzett emberek is becsatornázódhatnak ezekbe a képzésekbe, akik nem speciális előképzettséggel rendelkeznek. Körülbelül hány emberrel tervezik elindítani a szakot, illetve mik a jelentkezésnek azon feltétele, hogy hány ember jelentkezhet? Hát egy-egy kurzusnál nincs igazán maximálva, viszont mivel ezek a képzéseink jelentősen gyakorlatorientáltak, nyilván laborhely függvényében fogalmazódik, meg különböző kurzusokon más és más létszám, a 10-től a 20-ig a 30-ig, tehát egy-egy kurzus ilyen létszámmal is el tud indulni. A karon jelenleg működő legrégebbi továbbképzés a számítógépes hálózatok szakirány, amely először több évtizede indult. Már 1996-ban elindítottuk, amikor még kevés ember értett, kevés szakember értett a hálózatokhoz. Most már eljutottunk odáig, hogy alig van olyan ember, aki nem használ számítógép hálózatokat, de aki komolyan ért hozzá, olyanból is elég sok van, de akik még komolyabban szeretnének hozzáérteni, azokat várjuk erre a képzésre. Mérnököket is, a mérnökök azok szakmérnök titulust fognak kapni, de egyéb egyetemet, főiskolát végzett kollégákat is, tehát ők számítógép hálózati szakember titulust fognak kapni. Hát egyelőre a diplomához ragaszkodunk, mert hát olyan jellegű ismereteket közlünk, amihez azért erre szükség lehet. Lényeg az, hogy igyekszünk lépést tartani, és lépést is tartunk a világgal, tehát egészen nem egészen, de nagyon más ez a mostani tematikánk, mint ami 96-ban volt. A szervezet fejlesztő tréner képzés a Pannonjob Kft.-vel együttműködve unikális képzést jelent a hazai piacon, hiszen eddig kizárólag kommunikációs oldalról közelítették meg a tréner képzést. Alapvetően várunk mindenkit, diplomást, és rendkívüli esetekben még olyat is, akinek nincs diplomája, őneki mi sem tudunk majd diplomát kiállítani, csak egy igazolást a szak elvégzéséről. Azokat szeretnénk igazából invitálni, akik önmagukat szeretnék fejleszteni, másokat szeretnének fejleszteni, ilyen területen dolgoznak, vagy ilyen területen kívánnak majd dolgozni. Igazi csapat fogja őket tanítani, olyan tanári gárda, akik gyakorló pszichológusok, trénerek, kócsok, szervezetfejlesztők, és én azt gondolom, hogy ez egy mai hasznos, piacképes, eladható tudás, és ráadásul egy olyan izgalmas háromfél év, ami talán az életüket is megváltoztatja. Az ipari robotizálási szakmérnöki képzés célja, hogy az ipar igényeinek megfelelő tudást adhassanak a hallgatóknak, mivel egyre nagyobb igény mutatkozik a robotikához értő mérnökökre. A közelmúltban két labor átépítése is megtörtént, amelyben több ipari robot kapott helyet. Az ipari robotizálási szakmérnök képzésről, egy gyakorlatilag orientált képzésről beszélünk. Maga a felszereltség tekintetében egy 10 darabos robotparkról beszélünk, amely folyamatosan fejlődik, ez országosan egyedülálló, mind a hardverek, szoftverek tekintetében, mind pedig a képzés felépítését tekintve. Ajánlom azoknak, akik ilyen területen, tehát robotintegrációs vagy automatizálási területen dolgoznak, avagy ilyen területen szeretnék szélesíteni, rendszerezni a tudásukat, ebbe az irányba nyitnak. Én azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos, értékes tudással tudjuk őket gyarapítani. Az eddigi évek végzettektől nagyon jó visszajelzéseket kaptunk ezen a területen, illetve fontosnak tartom magát a kapcsolatépítést is, mind az elhelyezkedés, mind a tovább bővülés szempontjából ennél a képzésnél. A precíziós gazdálkodási szakmérnök szakember képzés célja, hogy bemutassa a modern technológiák vívmányait és annak integrálási lehetőségeit a precíziós gazdálkodásban. A képzés gyakorlatorientált, vagyis
és a szükséges elméleti ismeretek mellett gyakorlati alkalmazásokra, modern technológiák készségszintű elsajátítására fekteti a hangsúlyt. Precíziós mezőgazdasági szakmérnöki képzés során olyan ismereteket adjuk, amelyek gyakorlatorientált ismeretek, ami azt jelenti, hogy nem csak azt mutatjuk meg, hogy van technológia, hanem hogyan lehet ezt a technológiát alkalmazni, hogy a mezőgazdasági termelések eredményesebbek legyenek, hiszen most egyre gyakrabban beszélünk a fenntarthatóságról, beszéljünk arról, hogy erőforrások rettentően gyors ütemben fogynak, egyre több embert kell, hogy a szántó terület, amely folyamatosan csökkent, hogy kell, hogy ellásson, vagyis valamit tenni kell, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszer termelés meglegyen. És a képzés során, ha valaki elvégzi ezt a képzést, akkor képes lesz integrálni a távérzékelésből származó információ, nyert információ, származó információt a döntés támogatásba, és biztos vagyok benne, hogy nem fog zavarba hozni őt, gazdálkodókat, azt, hogy például NDVI index, vagy vegetációs index mit jelent, hogyan lehet nézni a területnek a variabilitását műholdos felvételek alapján, de itt nagyon fontos azt, hogy nem csak nézni, hanem látni is, és nyerni információt, valamint ezt az információt beépíteni a művelésbe, a döntés támogatásba. A geoinformatikai szakmérnök szakemberképzést elvégzők alkalmasak lesznek magas színvonalú önálló munkavégzésre a speciális feladatok megoldása során. Ebbe tartozik minden mérnöki tervezés alapját képező informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése, a település tervezés és rendezés, a környezetvédelem, a közmű üzemeltetés és nyilvántartás támogatása, a műemlékvédelem támogatása. A geoinformatika viszonylag új tudomány, de az élet minden területét átfogja, hiszen hely függő információkkal, adatokkal foglalkozik. Tulajdonképpen az élet minden területén minden nap gyűjtünk ilyen adatokat, találkozunk ilyen adatokkal, attól kezdve, hogy a busz éppen hol van, hol áll meg, és odáig, hogy fent a műholdak különböző térbeli adatokat és információkat gyűjtenek, amelyeket számos területen tudunk felhasználni, tehát akár az egészségügy, természetvédelem, katasztrófa védelem, bűnüldözés és minden egyéb műszaki tudomány. Viszont ugye ebből látszik, hogy nagyon széles spektruma van ennek a szakterületnek, és épp ezért mi várjuk a mérnök, illetve a nem mérnök végzettségű hallgatókat, mind akit valamilyen módon érdekelnek a helybeli, helyfüggő információk, és meg szeretnék tanulni, hogy hogyan tudjuk ezeket kinyerni, hogyan tudjuk ezeket feldolgozni, elemezni, és hogyan tudunk ezekből értelmes információkat kinyerni. Ez egy 4 fél éves képzés, a hallgatóknak minden fél évben 3 konzultációt biztosítunk, és a képzés különlegessége az, hogy minden egyes konzultáció esetén egy témakörrel foglalkozunk, ezt nagyon részletesen áttekintjük, és erre építve haladunk tovább a képzés során. A képzés a UNIGIS nemzetközi hálózat tagjaként hozzáférést biztosít a korszerű térinformatikai és képfeldolgozási szoftverek megismeréséhez is. Kedves nézőink, a köztérben az új tanév állt a középpontban. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!